Ah, jó a textúra. Yay! Ja, jó! Most már nincsenek üvegek. Yay! Na, köszönjünk be, szerintem. Nagyon sokkal éresebb színek vannak. Vagy megváltozott az éj. Ilyen volt, csak üveges volt egy csomó. Na, szóval... Na, de mert most itt csak leerősebb, élénkebbek a színek most így, ja. Akkor viszont azért, sziasztok, igen. Sziasztok, nézők! Itt van Timi is. Ja, valahol itt leletek. Keresd meg. Itt vagyok mögötted. Rendben. Nem jött össze. De bénak. Jó, ja, mi? Megyek még a te utcádba. Hát, ki tudja. Előbb-utóbb biztos. Nincs az közel. Ó, de hogy nem, egy köpésre van. El tudsz köpni egy orra, egy ilyen messze. 400 kilométer tudsz köpni, wow! Na, olyan lenne ezen kinyögtet, itt akartam tenni. Ja, szóval nem a közben nevezni valamilyen versenyre, hogyha van ilyen egyáltalán. Persze, távköpő meg... verseny. Nagyon egyszerű amúgy ennek a titka, de nem árulhatom el, különben mindenki ugyanazt csinálna. Aha. Felrakod egy repülőre, azt elküldöd ideig. Majdnem, de nem teljesen. Az ötlet az majdnem közel van ahhoz, amivel meg lehetne valósítani ezt a fajta dolgot. Az egyik ilyen skifis jellegű. Mi Jedi erővel így átrepülted? Nem, hát ez túl easy. Ja, izé, rájöttem, Wingardium Leviosa. Nem, az is easy. Nem, ja. Van ennél sokkal ilyen nehezebb módszereket szeretek. Aha. Tehát az olyan, oda amikor... Odaadod Csubakkának 1000 éves súlyomba hozzá ide. Nem, majdnem az is lehet. Ez nem egy rossz ötlet. De inkább azért gondoltam. Teleportációra, oda mész is, akkor sokkal egyszerűbb. És már is megvan. Áh, ez túl könnyű. Too easy. De hogy is hízzi? Hát az teleportáció, most képzeldem magadat elteleportálod. Kérdés az, hogy amikor összeállít téged újra a teleport... De magadat minek elég, ha vagy? Elég, ha beleköpsz a teleportgépbe és a köpés helyet átizél. Nem is rossz ötlet. Na nézzük, mi lesz a téma. Fogadjunk, Wailing lesz a téma. Hát nem. Golf. Persze, még egy ilyen érdekes téma. Rajzolok egy Volkswagen Golfot. Rajzolok egy Volkswagen Golfot. Csak az a baj, nem tudok kocsit rajzolni. Úgyhogy ez nem jó volt. Nem tudsz ezt kocsit rajzolni. Hát... Miért nem tudsz? Minecraftban nem nagyon. Majd mondjuk lehet sikerülne, de... Válasz ki azt. Úgy. Hát ez egy csodálatos zászló lett. Az az a lényeg, nem? Ja. Hiii, valahol lyukas. Oké, és hol lyukas? Ja, a leges legvégén persze, miért is ne. Hol máshol? Oké. Rendítsék. Ott a lik, oda kell begurítani a labdát. Itt a gyep. A gyep. Úgy. Nagyon jó. Úgy, ilyen gyepes lesz az egész. Ott lesz az ég. Csodálatos. És oda meg rajzolunk egy bácsit, aki gol. Nyugodom, emberek, ruhát is fogunk majd rárajzolni. Biztos vagy te benne. Igen. Na, hogy a végén bant kapjak valami ilyen indokkal. Jó, hát ez most egy pálcika ember lesz. Ember rajzolásban valóságban se vagyok. Jó, Minecraftban föl lennem. Úgy, de szép fejed van.
Tudod, mint lesz pont ugyanolyan kék szemed, mint az ég, meg kicsit ilyen kancsal leszel, de most annyi bajod lesz, most ez érdekel. Legyen egy ilyen fura, vigyorgós szád, tökéletes, legyen mondjuk olyan színű pólód. Fogjuk rá, hogy jól néz ki. Meg mondjuk lesz rajtad egy ilyen színű rövid nadrág. Úgy. Jó, nem szép így a lábad, úgyhogy ezt kiegyenesítjük. Tökéletes. Meg legyen nálad valami golfütőszerűség is. Ja. És az lesz úgy a golfütő. Meg így itt lesz egy golflabda, ami nagyobb, mint az ütő, de nem baj, meg nagyobb, mint a lyuk, amiben bele kell férnie. Most hát inkább pont akkora, nem mindegy. Meg itt legyen ilyen suhanás jel, hogy így suhan a labda, így. Hát ez egy mestermű lett. Nem, legyen még a bácsinak valami haja is, mondjuk olyan színű. Úgy. Mondjuk ezzel a hajjal inkább néni, de mindegy. Hát meg olyan szoknyaszerűen a drága is, úgyhogy jó lesz ez úgy ilyen creeper láb. Jó, nem tudtam befejezni. Teljesen. Na mindegy. Tökéletesen befejeztem. Na, hol van Timié? Hát itt meg sehol. Hát ezek közül nagyon nehéz választani, mindegyik egy mestermű, én mondjuk szavaztam a jobb felsőre. Jó, mondjuk az enyémnél mind jobb. Ó, tiéd, az egész jó lett. De mi az a rózsaszín a feje hátuljába? Ki látszik az agya? Nem, hanem az a fogó rész akart lenni, csak hát nem sikerült. Mindegy, ezek közül a tiéd a legjobb. Ki az a jobb felső, az elég menő. A zászló az jobb, mint az enyém. Meg a suhanás cuccok a labda mögött. Nem látok semmit amúgy. Annyira. Ott az enyém, bal alul. Ugye milyen szép lett ez az ember? Tök jó lett. Hát itt egyértelműen a jobb oldali. Martin 05. Martin 05, hogyha ezt megnyered, akkor cserébe feliratkozhatsz, mert rád szavaztam. Egymás ellen vagyunk. Egyértelműen a tiéd fog nyerni. Igen. Szavaztam is a tiédre. Ja. Á, tiédre szavazok, egyértelmű. Meg mind. Hát... jó. Hát, ki tudja. Mindegy, majd valamelyik nyer. Hát ez nyer. Na, Martin 05, iratkozhatsz fel, mert nyertél, mert átszavaztam. De te lettél a második. Most, ja. Most olyan hacket raktál be, hogy mindig második leszel? Dehogy is. Aha, múltkor meg a harmadik helyezés hack volt, vagy mi? Ja, az tényleg az harmadik helyezés volt. De az nem hack volt. Aha. Kiatalán is felejtettem, hogy videó van. Igen, videó van. Mert gyorsan kiveszem. Ja, aha, aha. Hallottátok, beismerte. A mikróba húst. Azt hittem, hogy ez popcorn. Minek? Nem tudok közben kajálni is, meg gamezni is. Én tudok. Nem olyan nehéz ez. Csak nem videóba fogom csinálni.
Ja, azt én is a videóba szeretném. Bár mondjuk zömében én, olyankor, hogyha gamezek, akkor én simán el tudok úgy tölteni több órát, hogy észre sem veszem az, hogy mennyi az idő. Ja, hát én is. És akkor nem is eszek kajálok, vagy valami ilyesmi. Ez simán benn van. Az a kár, hogy amikor dolgozok, akkor nem mindig van így. Leültem valamelyik nap farming szimulátorozni, vettem egy új traktort, elkezdtem vele dolgozni, lenézek jobb alulra, mondom, már 6 óra van a traktorban, 6 üzemóra. Mondom, oké. Okay. Kicsit mint eltelt volna az idő. Jajjám, vannak ilyen, nagyon sok ilyen gémből, amiben simán eltelt, de úgy, hogy alig haladsz a dolgokkal, de már rengeteg idő eltelik. Ja. Farmingnak sajnos ez valamilyen szinten a hátránya is. De legalább jól szórakozol most vele, tehát... Na. Nem az a... Van a gond, hogy nem... Delivery. Na, hát delivery. Akkor... Köszönöm szépen. És azt most... Jaj. Na, erre most van egy nagyon jó ötletem. Timi már ismeri az én jó ötleteimet, hogy rajzolásról van szó. Ojj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 j
Deliverity az nem ilyen kézbesítés, vagy valami ilyesmi. Kézbesítő? Nem a kézbesítő, tehát hogy maga az ember. Delivery az elméletileg a kézbesítés. Hordozó, feladás, felszabadítás, vagy valami ilyesmi. Na, no, mindegy, én rajzolok egy ember. Úgy. Fú, de jól nézek. Hát lehet, hogy az lesz, mert több jelentése lehet neki. Hát ez nem egészen úgy néz ki, mint ahogy elképzeltem, hogy ki fog nézni, de annyi baj legyen. Nem, és inkább világosabb színben. Ajaj. Na. Nem már el, úgy. Tökéletes. Én kész vagyok. Na, nézzük ki mit rajzol. Nem tudom. Na, pizza futár, azt mondjuk nem rossz ötlet. Az jó. Milyen panda? Food panda. Téd, az nem rossz. Az egy izés, egy roxfortos levél. Aha. Bár nem tudtam megcsinálni egy ilyen izét. Méghozzá. Túl nagy fába vágtam. Miért nem rajzoltad le Hagridot a repülőmotorra? Mit? Hagridot a repülőmotorra. Én izét akartam. Ott az enyém. Csak az nem. És szavaznak is csak rá. Csodálatos. Hát miért ne? Öten. Nagyon jó. És én nyertem ezt a kört. Ja. Szavaztam a tiédre. Majdnem a tiéd nyert. Ó, én itt nem szavazok, én itt nem szavazok. És három szerint szavaztak. Közöttük én vagyok az egyik. Igen. Tetszik nekik a Rolex.
Biztos. FBI. Ez igen. Harmadik lettél. Én hogy lettem harmadik? Átraktad a harmadik helyezéseket a második helyezések helyett? Nem tudom, miről beszélsz. Semmi nem történt. Aha. Most szívettek. Hallod, én megcsinálom a magyar ABC-t, A betűvel meg minden. Igen. Várjál. Ennek olyan sok értelme volt. Na nézik ki, mit rajzolt. Ah, Balassó szép. Na, ez nagyon szép lesz szerintem. Otszab. Jó, nem értem, mi a felső. Jobb a show scratch, de tiédre szavaztam. Ott az enyém. Jó lett. Na, emberek, magyar ABC. Na, szavazzatok. Ez szomorú. Hát, vannak ilyenek. Ez a baloldali fog nyerni, szerintem. Én mit keresek én itt? Döntsön azért. Mondom, az a baloldali fog nyerni. És te elszáll a harmadik. Mondtam, hogy csalsz. Átrakta a harmadik helyezéseket. Mi? Hol? Én nem raktam már. Ha mondom, harmadik hely. De ez teljesen véletlen. Semmi közöm hozzá nincs. Mármint azon kívül csinálok rajzokat. Aha. Persze. Ütögetem a bárányt, ugrik egyet, és már színe lesz. El van egy gyerek a játék, és hogyha hagyják is. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, iratkozzatok fel, és lájkoljátok, következő alkalommal, és találkozunk. Sziasztok! Beee!